szerintem. Jó napot. Nem tart velem párkány vagy strapacskát együnk? Miért kell ahhoz párkányba venni? Ezt engem mondom, nem készítenek jó strapacskát? Tudja, szomszéd, a strapacska szláv eredeti szó. Mással hangzó torlódás is erre utal. STR. A szlovákok nemzeti étele, de jobban csinálják, mint a magyarok. De jó napot, szomszédok! Már mi ez a hangoskodás már megint? Azon vitatkozunk, hogy hol készítik a legjobb strapacskát. Ha a legjobb strapacskát tudják, édesanyám készítette. Pirított füstölt szalonnával, sok tehéntúróval és tejföllel. De mi csak krumpli haluskának neveztük. További jó beszélgetés, szomszédok! Én megyek és megkóstolom a szlovákok által készített strapacskát. Tegnap még szétted az EU-t, most a keresztül így azon a hídon, amit EU-s pénzből újítottak fel. Még szép, hogy ennyi év után adtak rá pénzt. A németek tették tönkre a második világháborúban. Azért lássuk be, szép lett ez a Mária Valéria híd. És azóta rengetegen átjárnak párkányból Esztergomba a Suzuki gyárba dolgozni. Ezzel Esztergom gazdaságán is lendítettek valamennyit. Nekem is ebédidőt jelez a gyomrom. Nálunk nagy családi ebéd lesz. Délután pedig sétálunk egyet a vízivárosban, megnézzük a Szent Ignác római katolikus plébánia templomot, illetve a primási palotát. Este pedig sétálunk egyet az Erzsébet parkban, a Dunapartról nézzük a naplementét. Én az unokámmal a bazilikával szeretnék elmenni. Nagyon érdekli a történelem. A minap azt mondta nekem, hogy nem is esztergomi bazilika, ahogy mi ismerjük, hanem Szent Adalbert és Nagyboldog asszony főszékesegyház. Ez az egyetlen székesegyház, amelynek két védőszentje van. Jó nagy épület, elfér benne két védőszent is. Megnézzük a főoltárképet, Mária mennybevitelét. Erről kell történelmeszét írni az unokámnak. Ha már ott jártok, nézzétek meg a Bakósz kápolnát, illetve a Szent István vértanú kápolnát. Olyan különös érzés fogott el, amikor ott jártam. Büszke vagyok arra, hogy ott élek, ahol Szent István született. Én az altemplomba szeretnék mindenképpen lemenni, megnézni az élsek és a herceg prímások síremlékeit. De az unokám mindenképpen föl szeretne velem menni a kupola kilátóba, ahonnan belátni a Vármúzeum udvarától a vízivárosig egész Esztergomot. Ha lesz erőm fölmenni, majd átintegetek neked a vízivárosba. Már nagyon megijesztem, javaslom menjünk ebédelni. Jó ötlet, jó étvágyat az ebédhez. Jó étvágyat, jó kirendulás délutánra.